A sárospataki iparosok történetét dolgozta fel Tamás Erzsébet nyugalmazott pedagógus, aki már 11 kötetet írt Szeretett Városa Sárospatak helytörténetéről. A legújabb, a 12. kötet a 16. századtól napjainkig patakon dolgozó iparos embereket gyűjti össze, és egy színes, hasznos adattárat nyújt át mindazoknak, akik jobban meg akarják ismerni a város történetét. Jól megszerkesztett, szépen illusztrált, hiánypótló mű kerül az olvasók kezébe, hangzott el a könyvbemutatón. A sárospataki iparosok történetét mutatja be legújabb könyvében Tamás Erzsébet nyugalmazott pedagógus, aki a 16. századtól napjainkig összegyűjtötte és névsorba rendezte a sárospatakon élő és dolgozó iparos embereket. Pékek, cukrászok, fodrászok, asztalosok, ácsok, cipészek is még sorolhatnánk, ki mindenki dolgozott, hogy kiszolgálja a város lakosságát. Tamás Erzsébet 3 éves kutató munkával gyűjtötte össze az adatokat. Ezen kívül családi és saját emlékeire is épített, és ez alapján írta meg a könyvet, amellyel szeretne méltó emléket állítani a sárospataki mesterembereknek. Mivel én nagyon szeretem a városomat, és ismerem is, ezért foglalkozom helytörténettel. A családi emlékezet és a saját emlékezetemnek köszönhetően készítem a könyveimet, de természetesen nagyon sok kutatási anyagot kell összegyűjtenem, mert a 12. könyvem címe a Sárospataki Iparosok Története. Mivel én koromnál fogva, mert 80 éves vagyok, ismertem a régi-régi iparosokat, és elhatároztam, hogy emléket állítok azoknak a rendes, jó munkát végző embereknek, akik kiszolgálták Sárospatak embereit. Minden iparos a maga nemében egy példakép volt. Én ezt a könyvet úgy csináltam, hogy Dávid Sándortól, akinek nagyon köszönöm, megkaptam az 1878-ban indult iparos felvételi naplót, amit akkor kapott meg, vagyis szerzett meg, amikor az ipartestület felbomlott, és kipakoltak mindent a konténerbe, és ez a 10 kilós könyv, ez az értékes könyv a kuka tetején volt, és az én igazgatóm a hón alá fogta, hazavitte, és amikor hallotta, hogy én készítem a könyvet, akkor elhozta nekem a 10 kilós könyvet. Én abból körülbelül 2 hónapig kiírtam a pataki iparosokat, azt odaírtam mindenkihez, hogy mi a foglalkozása, utána vagy 2 hónapig csoportosítottam, tulajdonképpen névsorba szedtem az iparosokat. Asztalosok, ácsok, cipészek, cukrászok, stb. Stb. És eljutottam a vándoriparosokig. Minden névsornak a tetején ott vannak, hogy asztalosok, és ott van egy mintaasztalos Simai István például. Na de hát több van, nem csak ő, csak mondjuk én őt nagyon jól ismertem még fiatal legénykorából, amikor még Ardei Barnánál volt tanuló. A cipészeket mind ismertem. Az ácsokat nem annyira, de a pékeket is ismertem. Voltak keresztény és zsidó pékek is. Úgyhogy én ez alapján indultam el, és készítettem el a könyvet, hát rengeteg munkával, 3 évig készült. A nyomtatás Debrecenben volt, a Kapitális Nyomda készítette a könyvet. A könyvnek a technikai kidolgozásában pedig Timári István, a Sárospataki Református nagykönyvtár rendszergazdája végezte. Engem dr. Pocsainé kért fel, és DNS Dénes professzor úr, hogy Erzsike, te úgy ismered a várost, és senki ezt nem vállalja fel rajtad kívül. 3 évet az életéből senki nem tesz rá egy könyvre. Én így csináltam a Windisgrécz könyvet, így csináltam minden könyvemet, amiből hoztam. Itt vannak az asztalon, tehát úgy, hogy venni nem nagyon lehet mindegyikből, mert ezek már maradékok, de az iparos könyvet természetesen, akik még nem vették meg, azoknak hoztam, de már nagyon sokan megvették. A sárospataki iparosokról szóló könyvet az irodalmi olvasókörben mutatták be. A kör vezetője szerint nagyon fontos és hiánypótló alkotás kerül a közönség elé, amely erősíti az identitástudatot. Tulajdonképpen ezek a helytörténészi tevékenységnek a
megjelenítői a városban élőket tájékoztatja arról, hogy tulajdonképpen milyenek voltak az elődeink, milyen körülmények között élhetünk, és az identitásérzésünket erősítheti. Tehát az itt élőknek, akár fiatal, vagy felnőtt, vagy idős, ha kézbe veszi ezeket a könyveket, akkor büszke is lehet rá, hogy egy helyben élő író végezte, vagy állította, jelentette meg ezt a kiadványt, és ugyanakkor büszkék lehetünk rá, mert az utóbbi időben egyre több ilyen helytörténeti kiadvány jelenik meg Sárospatakon. A könyvet dr. Dienes Dénes professzor mutatta be. Azt mondta, egy jól felépített, jól illusztrált adattárat vehetnek kezükbe az olvasók. Sajnálatos módon a város történetének a modern feldolgozása mind a mai napig hiányzik. És talán azért is hiányzik, mert a háttérmunkák is hiányoznak. Egy átfogó várostörténeti munkának ugyanis csak úgy lehet nekikezdeni, hogyha az alapokat már lerakták, és rendelkezésre állnak adattárak. Ezért Tamás Erzsébetnek a munkája nagyon fontos. Az a gyűjtőmunka, amit ő végez, és többek között ez a könyv is a példája annak, amit ő végez itt a város történetében. Most egy olyan könyvet vehetünk a kezünkben, amely tulajdonképpen egy adattár. Az iparosoknak az adattára egy rendkívül jól felépített, szisztematikusan összegyűjtött anyag, nagyon jól illusztrált. Ez azt jelenti, hogy a történész is jól tudja kezelni, és a városlakó ember is, mert a városlakó ember saját magát is megtalálhatja benne közvetlenül, mert hiszen egészen 2014-ig terjed, vagy közvetve édesapját, édesanyját, nagyszüleit, ősszüleit megtalálhatja benne, tehát azt mondom, hogy élményszerűen lehet tanulmányozni, hiszen ez tulajdonképpen egy képes könyv is, amely adatok halmazában mutatja be a városnak az ipar történetét. És az is érdekes, hogy egy hangyaszorgalommal összeállított munka, és szinte mindenre kiterjed. Mert az, hogy voltak kovácsok, hiszen az utcát is úgy hívták, a mostani Rákóczi utcát, hogy Kovács utca, ezt mindenki tudta, de hogy terménydaráló is volt. Tehát azt mondom ezzel, vagy azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy olyan különlegességekre is kiterjed, amit az átlagember nem is gondolna, hogy fontos. Pedig hát a maga helyén nyilvánvalóan és a maga idejében egyes foglalkozás ágak fontosak voltak, és jól illeszkedtek a városnak a társadalmába. Úgyhogy úgy summázhatom ezt a könyvet, hogy többre is szükség volna más ilyen alapvető munkákra, amelyek remélhetőleg majd az egykor elkészülő várostörténetnek kiváló segédkönyvei lehetnek. A város lakosságának szól, újra mondom, önmagát szemlélheti benne. Egy-egy polgár ki is húzhatja magát, hogy neki milyen ősei voltak, itt komoly munkát végeztek a város életében. És a cél hát csak az lehet, hogy ösztönözze a saját városunknak a jobb megismerését. Akkor éljük be igazán azt a teret, amit kapunk itt Sárospatakon, hogyha ismerjük is azt, hogy kik koptatták itt a régi köveit az utcának, és hát kiknek a keze munkája láthatóan és láthatatlanul rakta össze ezt a települést századok során.